Ferenc vagyok. A Siemens PSA-nél szerzett gyakorlati tapasztalataimat fogom megosztani, illetve ezen kívül még hát agilitás nagyban, ugye ezt a címet viseli ez a konferencia most, és erről fog beszélni természetesen, főleg a saját véleményemről és tapasztalataim keresztül arról, hogy mit gondolok erről a témában. A tartalmat, tehát először érdekes módon nem beszéltünk össze az előző előadóval, de nagyon sok pontban gyakorlatilag ugyanazt az erősséget véljük felfedezni, és ugyanazt a rálátást az agilitásra, hogy honnan származik, és honnan milyen jó dolgokat örökölt. Úgyhogy először ezen fogunk keresztül menni az előadásomban, utána egy kis áttekintés arról, hogy mit nevezünk Scrumban, az agilis világban. Utána tényleg csak egy pár szlájd arról, hogy Scrum Skilling, de hát erről már úgyis most szó volt az elméletről. Úgyhogy mutatok szlájdokat arról, hogy a Siemensnek a menedzsmentje, aki ezzel foglalkozik, hogy milyen folyamatokat kell a jövőben követni, és mire kell áttérni. És Londonban volt erről egy a tavaly novemberben egy Scrum konferencia, ott adta elő, és elben ő volt meghívva erre a konferenciára is, hogy adja nekünk elő, de sajnos egy másik konferencia miatt nem tudott eljönni. Úgyhogy tőle lesz egy pár szlájd, és végül a saját tapasztalataimat szeretném bemutatni az agilitás és a Scrum-mal kapcsolatban. Úgyhogy vágjunk bele. Hát ugye ezeken aránylag azért gyorsan át fog menni, mert úgy gondolom, hogy mindenki valamennyire ismeri a témát. Tehát ugye a gyorsan változó világra kellett valamilyen választ adni, ahol ráadásul egy tanulmány során kiderült, hogy a leszállított termékeknek a 60%-a nem ismert, vagy nagyon ritkán van használva. Tehát látható volt az, hogy van valamilyen olyan plusz hozzáadva, amit kifizet a vevő és a piac, amit meg se rendel, nincs is rá szüksége. És egy másik tanulmány pedig azt hozta ki, hogy a 80%-a az üzleti értéknek, az időnek a 20%-ában békevihető lett volna, és erre azt mondta a piac, hogy már pedig nekem arra van igényem, hogy akkor ezt faragjuk le mind időben, tehát hogy gyorsabban kell válaszolnia a piaci igényekre, mind pénzben. Hát erre jött, hogy be is csapok a közepébe, tehát erre jött az agilis válasz, ami azt mondja, hogy alapvetően abból indult ki, hogy mindent, ami felesleges, az dobjunk ki, és arra fókuszáljunk, hogy minél több üzleti értéket teremtsünk a piac számára. És ez a Agile Manifesto-nak, tehát az Agile Principle alapelvek, hogy többre értékeli az embereket és az ő tevékenységüket és kreativitásukat, mint a folyamatokat és a eszközöket. Többre értékeli a működő terméket, amit már piacra is lehet dobni, akár mint a túlzottan nagyra törő dokumentációkat a projektek kezdeténél főleg. Jobban be akarja vonni a vevőket és a megrendelőket, illetve gyorsabban akar válaszolni ezekre a kihívásokra, a piaci kihívásokra. Hogy egy kicsit visszamennünk időben, az egész az szintén szó volt a Dr. Scott előadásában, hogy a Lean Manufacturing volt az első ilyen, amikor a Toyota be akart törni az amerikai piacra, és azt mondta, hogy a Tai Chi Inu, hogy hát esünk neki, és akkor az legyen a fő alapelvünk, hogy eliminate the waste. És úgy definiálta, hogy minden, ami nem ad értéket a vevőnek, abban, amit csinálunk, az mind felesleges, és ezt próbáljuk meg kiküszöbölni. Ebből a Lean Manufacturingből lett aztán az a 7 alapelv, amire a Lean Thinking és később a Lean Development épült rá, és itt megtaláljuk azokat, amik szintén szerepeltek az előző előadásban, tehát a Just-in-Time Production, tehát hogy mindent maga idejében megcsinálni, nem előbb, nem később, hanem pont akkor és pont annyi, amennyi szükséges, bevonni a customert, és ez egy fontos mondat szerintem, egy agilitásnak elég fontos mondat,
hogy think big, act small, fail fast, learn rapidly. Remélem nem kell folytanom, de ez az, amit szintén szerepelt az előző előadás, tehát hogy minél hamarabb próbáljuk ki azt, ami rizikós, tehát annál kisebb a várható költség a továbbiakban. Még egy kis ábra a áttekintés a történetről. Tehát rengeteg agilis vagy agilisból leszármazott módszertan volt, amit ugye nem neveztek még agilisnak, ebből született a Scrum alapvetően, ami egy